Sziasztok! Ha csütörtök, akkor vadász feleselő. Hát ezúttal egy érdekes témával készültünk, mégpedig lenn olyan problémákkal, amelyeket a vad és az ember konfliktusa okoz. Ezzel kapcsolatban az utóbbi időben volt néhány olyan történés, amit úgy gondoltuk, hogy érdemes volna témaként feldolgozni. Kezdjük mindjárt azzal, hogy Tiszadobon augusztus 26-án az Országos Vadásznap rendezvény sorozatának részeként egy konferenciát tartottak. Augusztus 26-án pénteken került erre sor, ahol 6 előadás hangzott el, és szinte mindegyik valamilyen vad és ember általi konfliktust, problémaforrás dolgozott föl. Szabolcs, te jelen voltál, hogy összegeznéd ezt a konferenciát? Egy kicsit távolabbról indítanék. Van olyan vadászati szakmai lap, vagy inkább lap, amiben nem lehet ugye a problémákról olvasni. Mi azért úgy gondolom, hogy a magyar vadászlapban mindig megpróbálunk ezekről tudósítani, és ezeket egy picit valamilyen más szemszögből megvilágítani, hogy ezek ténylegesen problémák. És azért ezen a konferencián is szó volt a vadkárról, szó volt a hivatásos vadászokról, szó volt a vízhiányról, szó volt az ASP-ről, és ezek ugye az idei évben, és nem csak az idei évben, hanem már jó ideje, de az elmúlt egy-két évben bármelyik témáról, hogyha beszélünk, ezek problémaforrások. És ebből is látjuk, hogy igenis van probléma a vadgazdálkodás vagy vadászati ágazatban, amiről beszélni kell, és erről szó volt, és megmondom őszintén, hogy ilyen módon, vagy ilyen szemszögből örültem neki, hogy van egy ilyen előadás sorozat, ahol a problémákat elevenítik fel. Ami számomra egy picit olyan negatív volt, hogy egyrészt nem voltak sokan, másrészt pedig nem történt meg a vita, ami egy ilyen eseménynek szerintem a velejárója kéne, hogy legyen. Igen, az efféle rendezvényeknek talán pontosan az lenne az értelme, hogy nem csak a problémát jelenítjük meg és fölvázoljuk, hanem megoldási lehetőségeket kínálunk, vagy tényleg pro és kontra érveket felsorakoztatva vitatkozunk arról, hogy például itt ugye a negyedik előadás Bajdik Péter részéről hangzott elő, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára. Ennek a címe az volt, hogy az OMVK hivatásos vadászokkal kapcsolatos érdekképviseleti munkája. Ugye nagyon sok kritikát kapnak ezzel kapcsolatban, hol jogosan, hol azt gondolom, hogy egy kicsit átesve a ló túloldalára fogalmaznak meg észrevételeket, akár a vadőrök, akár a jogosultak, mint munkáltatók. De elhangzott-e bármi azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne végre az anyagi és erkölcsi megbecsülést elősegíteni? Ugye itt az az óriási probléma, hogy nagyon sokan a vadászkamarától azt várják, hogy problémákat oldjon meg. A vadászkamara érdekképviseleti szervezetként nem feltétlenül a problémák megoldására szakosodott szervezet, hiszen ott is a főtitkár elmondta azt, hogy a vadászatra jogosult munkavállalója a hivatásos vadász. Közöttük van egy munkaviszony, van egy szerződés. Ők, mint harmadik fél, nem tudnak beleszólni egyik félnek a dolgában sem, abban meg végképp nem, ami közöttük megkötetett. Tehát ez egy rettentően nehéz dolog, ezzel én úgymond a kamarát védem, és igaza van a főtitkárnak, hogy ők ebbe beleszólni ugyan nem tudnak, javaslatot tudnak tenni, hogyha bárkinek problémája van mondjuk a hivatásos vadászok részéről, és az egy jogos felvetés, akkor ők akár jogsegélyszolgálatot nyújtanak, erre volt is példa, vagy anyagi segítséget nyújtanak, hogyha arra van szükség, vagy megszervezik azt, hogy ugye nem régen volt, hogy leégett egy hivatásos vadásznak a háza, ők is beszálltak ebbe az adománygyűjtésbe, és segítenek, és stb. Tehát, hogy sok mindent megtesznek, de nem fognak tudni ők, mint vadászkamara változtatni. Vagy ott van például a hivatásos vadász eszközbeszerzési program.
amire sokan ugye azt mondják, hogy nem nagy pénz 200 ezer forint, főleg nem bruttó 200 ezer forint, de legalább valami. Ha ez sem lenne, akkor semmi nem lenne, tehát akkor a hivatásos vadászoknak még csak esélye sem lenne, hogy akár egy motorfűrészre pályázzanak, egy pontosabban a jogosult pályázik, vagy egy fűkaszára, vagy egy éjjellátóra, vagy a kutyatartáshoz szükséges eszközökre, vagy bármire. Tehát én úgy gondolom, hogy azért sok mindent megtesz a kamara, de abban egyetértek a kamara álláspontjával, hogy a két fél közé nem tud beállni harmadik személynek, vagy villámhárítónak. Nyilván itt a vadászati hatóság kompetenciája lenne, hogy igen, ellenőrizzék, hogy a jogosultak például eleget tesznek-e a jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek, ami a hivatásos vadászokkal kapcsolatos. De hát tudjuk nagyon jól, hogy se pénz, se paripa a vadászati hatóságnál. Lenne esetleg áthidaló megoldás, itt többször felmerült, hogy mondjuk a tájegységi fővadászokat felruházni hatósági jogkörrel, de ettől ugye az Agrárminisztérium egyértelműen elhatárolódik, viszont valami megoldást mégiscsak találni kell, mert én egy kicsit úgy érzem, hogy egy helyben toporgunk. És itt nézve a témáit a konferenciának, igen, a problémákat évről évre elmondjuk egymásnak, tudjuk, hogy léteznek, de évek óta nem sikerült megoldást találni, ami óriási probléma, és nyilván én nem vitatom el, hogy a kamara, mint érdekképviselet, amit tud, megtesz, de ezek szerint nem biztos, hogy neki kellene lépni, vagy jelezni megfelelő helyen, megfelelő illetékesek felé, és pressziót gyakorolni valahogyan, hogy ugyan szíveskedjenek már akkor hatósági oldalról ezt az ügyet felgöngyölíteni, és végre ellenőrizni, hogy mindent megkapnak-e mondjuk a vadőrök. Még az is lehet, hogy felveti. Ezt ugye nem tudjuk, hogy a vadászkamara a jogalkotó felé milyen beadványokkal él. Lehet, hogy szó volt erről is, korábban is, lehet, hogy most is. Lehet, hogy a jogalkotó nem csinál semmit, nem tudjuk, mert erről ugye nincsenek információink, de egy végrehajtási rendelet, amire ugye már várunk egy ideje, biztos vagyok benne, hogy nagyban orvosolná egyébként a felvetéseket is. Igen, hát reménykedjünk benne, hogy elkészül. Engem még két kérdés foglalkoztatott itt az előadásokkal kapcsolatban. Én ugye nem voltam jelen, és egyelőre nem volt időm még visszanézni teljes egészében, de egyébként a kamara honlapján meg lehet nézni az egész konferenciát, videófelvétel készült róla. Az egyik az afrikai sertéspestissel kapcsolatos. Nekem úgy tűnik, hogy vagy a média egy kicsit leszállt róla, ugye tudjuk, hogy minden csoda három napig tart, annyira nem foglalkoztatja a sajtót az afrikai sertéspestis, vagy egyszerűen a vírus úgy döntött, hogy most covidos időszak van, egy kicsit meghátrálok, félreállok, valahogy a Dunántúlon érdekes módon, minthogyha az ASP nem is, hogy lelassult volna, egyelőre az utóbbi időszakban nem nagyon tapasztalható, hogy tovább terjedt volna. Itt ugye az előadó, dr. Földi Zsolt elmondta azt, hogy ez kérdésként egyébként fölmerült a konferencián, hogy lehet az, hogy terjedt az ASP, a Duna vonaláig eljött, ugye átlépett ugyan a Duna vonalán, mert hogy az M1-es környékén ugye volt sertéspestisben elhullott vaddisznó, viszont nem terjedt az M1-es vonala alá. És itt jött egy kérdés a konferencián, hogy ez miért van, miért állt meg. És erre azt mondta az előadó, hogy egyrészt lehet a szerencse is, mert azt mondta, hogy a szerencsét sehonnan nem szabad kizárni. Viszont azt mondta, hogy lehet, hogy sokkal nagyobb a fegyelem. Uh-huh. Tehát az ASP-s területeken a fertőtlenítéstől kezdve a megsemmisítésen át. Tehát azt mondta, hogy ha valaki ezt ténylegesen az előírásoknak megfelelően végzi, akkor nem feltétlenül terjed olyan gyorsan, és ott is előjött az a feltételezés, hogy ugye a humán vektor az egyik leginkább fontos, vagy talán a legfontosabb dolog az összes közül, tehát az, hogy az ember
oda megy a pestises disznóhoz, zsigereli, tapicskol benne, tapos benne, stb. És ezt viszi el valahova. És hogy ha ez nincs, akkor sokkal, de sokkal lassabban terjed. És elképzelhető, hogy ez pontos választ nem tudott ráadni, viszont nem ült el egyébként a COVID hatására, mert az elmondása alapján is ők is működnek, és mintavételeznek, és folyamatosan dolgoznak. Azt mondta, hogy örüljünk neki, hogy nem terjed. Ennek nyilván örülünk is, tehát valószínűleg akkor a fegyelem, a járványvédelmi intézkedéseknek a hatékonysága ehhez nyilván hozzájárul, ha van szerencsefaktor, az pluszban jó, csak hát azért a vírusnak a virulenciáját ismerve, itt azért tartottunk tőle, hogy végigsöpör az országon, ne legyen így, bízzunk benne, hogy előbb-utóbb az ASP-s helyzet megoldódik. A másik, ami engem kifejezetten érdekelt volna, ez a hármas számú előadás volt, vadgazdálkodók és földtulajdonosok teendői és a tájegységi fővadászok szerepe a vadkár megelőzése érdekében. Ebből engem egyetlen szegmens foglalkoztat. Mégpedig lenne a földtulajdonosok teendői. Elhangzott-e bármiféle novum ezzel kapcsolatban? Mert mi tesszük a dolgunkat, nem félek kimondani, írtjuk a nagyvadat a hatósági ukáznak megfelelően. Mit tesznek a földtulajdonosok azon túl, hogy kerítenek, és tartják a markukat? Elhangzott a földtulajdonosok teendői is. Igazából ugye Kovács Ferenc volt az előadó, a vadgazdálkodási főosztálynak a vezetője. Azokat írta le, vagy írta fel, vetítette ki, amit a jogszabály rögzít, hogy melyik félnek mi a teendője. Tehát ezzel elmondta azt, hogy igen, ott van a jogszabály, vagy mi a teendője. Kész, pont. Ezt valaki ellenőrzi egyébként? Erről esett szó? Erről nem esett szó. Tehát ellenőrzésről nem esett szó. Arról esett szó, hogy mit kell megtennie a leginkább egyébként a vadászatra jogosultnak. Együtt kell működnünk. Megmondom őszintén, hogy nekem ez fájt a legjobban, hogy mindig csak a vadgazdálkodó oldaláról nézzük meg, hogy mit kell tennünk, hogy kell nekünk együttműködni. Hát miért nekünk kell mindig együttműködni? Igen, egy kompromisszum, azt gondolom, hogy két félen múlik. Így van. Tehát amikor a mezőgazdálkodó nem jön oda, hogy működjünk együtt, miért állandóan azt súlykolják ezeken az előadásokon, hogy nekünk vadgazdálkodóknak kell együttműködni, mi menjünk oda, mi keressük a mezőgazdálkodót, a földtulajdonost, a földhasználót, egyezzünk meg vele, stb. Miért? Ez mind a két félnek feladata lenne, ugyanúgy, ahogy a vadkár megelőzés. Így van, és a jogszabályban tudjuk, hogy milyen kötelezettségeik vannak, de én azért az országban többfelé járva, vadászva, hát nem mindenütt tapasztalom, hogy ők ezt maradéktalanul be is tartják. Igen, nyilván, ugye folyamatosan most is kaptunk egy telefont ezzel kapcsolatban, hogy már elege lett a vadászatra jogosultnak a folyamatos kerítgetésből, úgy, hogy ő megveszi minden évben a villanypásztorhoz való eszközöket, a földtulajdonos feladata a karbantartás, és ez nem történik meg, döglenek a bikák, 10 kiló fölötti bikát találtak most is a villanypásztorba, idén már a 13-at, és igenis ez problémát jelent. Tehát van probléma, ez a konferencia is azért előrevetítette, tehát arról szólt, hogy probléma van nagyon-nagyon sok szegmensben, de konkrét javaslatok vagy megoldási tervek most nem születtek, de nyilván hogyan szülessenek, hogyha nincs megfelelő vita. De konstruktív jellegű hozzászólások sem voltak, volt, vagy építő jellegű megjegyzések? Dehogy nem, tehát azért építő jellegű megjegyzés volt. A kérdés, hogy a fogadó oldal, tehát az előadóknak az oldala ezt mégis hogyan gondolja magáévá tenni. Jó, hát ezekre a konferenciákra mindezek ellenére úgy gondolom, hogy szükség van. Általában azért sokan szoktak elmenni. Itt talán a kánikula, gazdasági helyzet, energiaválság, nagyon sok minden közre játszott, és hát azért viszonylag távoli helyszínen is rendezték.
bízzunk benne, hogy ez a sorozat folytatódik, és nem csak a problémák maguk vetődnek föl majd a következő esztendő konferenciáin, hanem megoldási javaslatok is születnek. Most a vadászfeleselő főtámogatójának egy rövid blokkját látjátok, és utána egy kicsit a határon túlra kirándulunk, hiszen problémák nem csak nálunk vannak, hanem a környező országokban is. Úgyhogy jöjjön a hirdető spotja, és innen folytatjuk. Egy romániai hírportálon találtunk két érdekes medvével kapcsolatos hírt. Az első arról szól, hogy a Hargita megyei juhosok nevű Facebook csoportba egy juhász feltöltött egy felvételt, egy véres jelenetet, ahol 8 nagy testű kutya széttép egy medvebocsot, az illető pedig nem avatkozik közbe, sőt még biztatja a négylábúakat. Ezt föltöltötte ebbe a csoportba, óriási port kavart, nagyon sok komment érkezett, köztük rengeteg olyan, amelyik a kutyákat dicsérte, és egyet értő módon nyilatkozott erről az esetről. A természetvédőknek nyilván más a hozzáállása, ők feljelentést tettek a megfelelő szerveknél, és hát el is mondta egy vadbiológus, hogy akár 40 ezer euró, ami jelenleg árfolyamon 16 millió forint is lehet a büntetés, de akár börtönnel is sújtható, börtönbüntetéssel, szabadságvesztéssel. Az esetnek az a tanulsága, hogy nyilván az illetőnek teleszaladt a hócipője azzal, hogy elhordták a birkáit, a kecskéit, a farkasok és a medvék, egyszerűen nem tudja megvédeni az állatait, és mivel a romániai törvények más legális megoldási lehetőséget nem nyújtanak, saját kezébe vette a dolog elintézését. A másik hír ugyancsak a transtelex.ro oldalon olvasható, mégpedig Tusnád fürdőn medvefesztivált rendeztek, mielőtt azonban bárki azt gondolná, hogy itt a természetvédők ültek torta medvéknek a területi terjeszkedése és a létszám növekedése fölött. Szeretném elmondani, hogy itt vadászok, természetvédők és helyi gazdálkodók közösen próbáltak megoldást találni a problémákra, de nyilván mindenki teljesen más aspektusból vetette föl a problémát. Igazándiból megoldási javaslat nem nagyon született, ami viszont megdöbbentő, hogy a fogarasi havasokban 100 négyzetkilométerenként most már 17-18 medvét számolnak. A természetvédők szerint örvendetes, hogy ezek közül csupán 9 okozott bejelentett kárt az elmúlt időszakban, tehát az ott élő medvéknek a fele. Amikor te Erdélyben jártál, vadásztál is, alá tudod támasztani, hogy irdatlan mennyiségű medve van. Igen. Nem szeretnék többet mondani. Tényleg rengeteg medve van. Akár reggel, akár este mentünk ki vadászni, mindig láttunk medvét, nem egyet, nem kettőt, volt, amikor nem is hármat, négyet, hanem többet, tehát szerintem rengeteg medve van. Tehát nem egy olyan fajról beszélünk, aminek elvétve látjuk a példányait, hanem mindig és mindenhol lehet látni, és ez pont a nyári időszakban volt, amikor a medve egyébként előszeretettel megy be a mezőgazdasági terményekbe, és ott is láttuk, hogy mi az, ami a problémát okozza, és nagyon komoly problémát okoz a medve, ami azt jelenti, hogy amíg itt belemegy egy vaddisznó, és igen, leeszegeti a búzáról a kalászokat, addig ott a medve belemegy a búzába, és elkezd hemperegni. És egyszerűen így eltűnik a búza, le van nyomva, mintha úthenger ment volna végig, és ott is, amikor kimentünk vadászni, és pont megnéztünk egy ilyen táblát, két táblával arrébb kaszáltak, báláztak, és pakolták már fel a bálát is a traktorra, és odajött a paraszt, a földtulajdonos, és mondta a vadászoknak, hogy nézzék meg ezt a búzatáblát, tényleg egy ilyen vékony csík, hogy most ő mit csináljon ezzel. És ugye ott
a vadkár teljesen más fogalom alá esik, ott nem téríti a vadászatra jogosult a földtulajdonosnak. És ott is mondta a hivatásos vadász ennek a földtulajdonosnak, hogy nem tud mit csinálni vele a medve által okozott kárral, mert hogy azt a medve okozta. Tehát nagyon komoly kárt okoz, és elhiszem azt, hogy aki a kutyáit ráúszította, ez a juhász a medvebocsra, hogy ő most nem azt mondom, hogy örült neki, és nem egy ilyen aberrált ember, hanem neki ez már egy szükséges dolog, mert sok a medve. Egyébként a helyiek ott hogy viszonyulnak hozzá? Tehát eleve tartanak tőle, nyilván nem szeretik, mert kárt okoz, de fizikailag is félnek tőle, hiszen egyre inkább az generálja a konfliktusokat, hogy bejár lakott területre a medve. Van vadbiológus, aki úgy magyarázza ezt a dolgot, hogy azért, mert rájöttek az anyamedvék, hogyha a bocsaikkal bemennek az emberek lakott területek környékére, akkor a hímmedvék kevésbé ölik meg a bocsokat, vagy kevésbé támadják, mert hogy a medvéknél is létezik ez az úgynevezett infanticidium jelensége, tehát a hímek arra törekednek, hogy más hímek utódjait megöljék, azért, hogy a saját génjeik öröklési esélyeit növeljék. Magáról az ökológiai jelenségről, én már vagy biológiai jelenségről hallottam, nem tudtam, hogy ez a medvénél is fennáll. Tehát ez is lehet az egyik oka, de nyilván nem járna be lakott területre, hogyha lehetne velük szemben hatékonyan védekezni és fellépni. Az egész eredője szerintem az, hogy nem tart a medve az embertől. Igen, ott is elmondta a vadásztatónk, hogy nincs már meg ez a jelenség, mert ugye legálisan nem lehet vadászni a medvére. Viszont Románia szerte orvadásznak a medvére, tehát a vadászatra jogosultak pénzért bérvadászokat fogadnak, lövetik a medvét, és ez ugye orvadászatnak számít, viszont pontosan azért tették, mert rengeteg medve van. De ez is az eredője, hogy rengeteg medve van, hogy ők vadásztatnak a medvére, tehát ez így egy ilyen öngeneráló folyamat, hiszen ugye jön a bérvadász, mit szeretne? Hát az óriási nagy grizzly medvéket, idézőjelbe téve ugye meglőni, a nagy kanokat, és mivel ezeket lőtték meg az elmúlt időszakban, ezért nem következett be az, hogy a nagy hímmedve elpusztította volna a bocsokat, tehát emiatt ugye növekedett az állomány. Az orvadászat miatt növekedett az állomány. Hogyha lenne egy jó jogszabály, akkor szerintem sokkal jobban lehetne kezelni egyébként a medve állományt. Hiszen akkor meg lenne, hogy miből, mennyit, hogyan, szakértelemmel, szakmai alapon, szabályozott körülmények között. Úgyhogy adott esetben még az államnak adóbevétele is származna egyébként. Így van. A kereskedelmi célú vadásztatásból. Sokkal inkább lehetne szabályozni a medve állományt. Tehát nem feltétlenül a természet vagy állatvédelem, nem is tudom, hogy mit mondjak erre, fanatizmus az, ami megment egy állományt, hanem a szabályozott állományhasznosítás, nevezzük csak így. A fenntartható hasznosítás. Így van. Igen. Szerintem ott is sokkal célra vezetőbb lenne. Hát valószínű, ők már tüzet oltanak. Így van. Vagy próbálnak. Nálunk egyenlőre most kezd éledezni a tűz, de itt is óriási probléma lesz záros határidőn belül a nagy ragadozókkal, akár a medvével. Hát az elmúlt két hónapban, tehát május 25-től július 25-ig, 8 alkalommal érkezett Magyarországról is bejelentés. Hacsa, Püspök, 60, Kartal, Iklat, Kismaros, Királyrét, Nagymaros, Vácharttyán és Kisnémedi térségében bukkant fel a medve. Ezzel kapcsolatban egy magyarországi hírportál megkérdezte Heltai Miklóst, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatóját, aki elég kemény szavakat használt. Konkrétan elmondta, hogy már szaporodó állománya van a medvének Magyarországon, és félrevezető az a minden előfordulásnál megjelenő hivatalos álláspont, hogy csak kóborló medvékről van szó. Igenis, van magyarországi medveállomány.
ez már vadkárban is jelentkezik, hiszen ott, ahol a nagy ragadozók, akár a farkas, akár a medve rendszeresen előfordul, ott nagyobb rudlikba állnak össze vegetációs időszakban is a szarvasok, több koca, több süldővel, több malaccal nagyobb kondákat alkot, amelyek, hogyha bemennek egy adott kultúrába, nyilvánvalóan jelentősebb kárt okoznak, tehát áttételesen, közvetetten. Ez vadkárban jelentkezik, védett, fokozottan védett nagyragadozók következtében, és a jogosultak isszák meg a levét, ők kénytelenek megfizetni ennek az árát, és nem tudnak mit tenni. Heltai Miklós egyébként, tehát még egyszer egy egyetemi tanár, egy vadbiológus kutató a következő javaslatot tette. Aki nem vadászik. Aki egyébként nem vadászik, és mindig nagyon precízen alá tudja támasztani minden egyes kijelentését. A következőt mondta ebben az ominózus interjúban. A fokozott védettségen is módosítani kell, hogy adott esetben vadászható, gyéríthető legyen a medve, a halálos fenyegetéssel járó helyzetekben pedig kiiktatható. Ez szó szerint így hangzott el ebben az interjúban, ami az interneten olvasható, és ez a magyarországi viszonyokat tükrözi. Eljuthatunk mi is oda záros határidőn belül, ahova mondjuk Erdélyben, hogy kénytelenek leszünk saját kezünkbe venni a dolgot? Tanár úr, gratulálok! Ezek olyan mondatok, amik nem azért fontosak, mert vadászként, hogy fú, vadászhassunk a medvére és hadd lőjünk medvét, de ott van a hódos példa, hogy ugye most már szépen, lassan megyünk a hód vadászata felé, mert ugye visszatelepítették, betelepítették a fajt, aztán elszaporodott, mert jól érezte magát, aztán problémát okozott, egyre nagyobb problémát, engedéllyel gyéríthető lett, és már át is sorolták ugye más védelmi kategóriába, tehát lazítottak a hód esetében. És igen, nem lenne szerencsés megvárni a medvénél is ugyanezt, hanem már az elején végig gondolni azt, amíg csak egy, két, három, négy medve van, nem tudjuk, hogy mennyi van szerintem. Tehát át kéne gondolni, hogy mi lesz majd 10 év múlva, mi lesz 20 év múlva. Egyébként ezek a gondolatok nem saját gondolatok nyilván, mert a kutatók, tehát akár Heltai tanár úr, akár Szemeti tanár úr nagyon gyakran hangoztatja ezeket, hogy nem a mostra kell gondolni, hanem majd az elkövetkezendő időkre kell gondolni, hogy mi lesz majd 10 év múlva. És ebben teljesen igazat adok, hogy nem az számít, hogy vadászható legyen, csak a lehetősége legyen meg annak, hogy ha gondot okoz, akkor ahogy ő is elmondta, kiiktatható legyen. Hát igen, ráadásul Heltai tanár úr a következőt mondta, hogy a fokozott védettségre hivatkozva titkosan kezelik a fajra vonatkozó előfordulási adatokat, így nem tudni hivatalosan, hogy Magyarországon ugye a szaporodó állomány az hány egyedből áll. De itthon is egyre inkább lakott területek környékén előfordul, és hát javaslattal is előrukkol azon túl, hogy ugye a fokozott védettségét módosítani kell. Heltai tanár úr véleménye szerint újra kell gondolni a medvékhez fűződő viszonyunkat, a keretrendszerünket, még azelőtt, hogy esetleg tragédia történne. Kérdezem én, miért kell megvárni, hogy tragédia legyen? Miért nem lehet idejében, előrelátó módon, szabályozott körülmények között felismerni, akár a szlovákiai, akár a romániai példákon felbuzdulva, hogy gond lesz? És miért nem lehet beavatkozni? Tehát mire való ez a strucc politika? Ezt meg kell kérdezni az adott szervezetektől. Ez kicsit ilyen kormányinfós válasz, de tényleg ez van, hogy a természetvédelmi szervezetek, hogyha igenis kimondanák az igazságot, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal inkább együtt lehetne működni, akár vadgazdálkodói, vagy vadászati oldalról is, akár az érdekvédelmi szervezeteknek, és közösen kitalálni valami olyat, hogyha elérjük ezt a szintet, akkor mi legyen. A következő szintnél már ezeket kell megtenni, stb. És így lépcsőzetesen felépíteni valamit,
ami a megelőzésen alapszik, nem pedig a tűzoltáson, ahogy mondtad. Hát bízzunk benne, hogy talán a Heltai Miklóssal készült interjú is rádöbbenti az illetékeseket arra, hogy jó lenne legalább vitázni és beszélgetni róla, hiszen így indítottuk ezt a mai adást is, hogy ezeknek a vitáknak pontosan ez lenne a lényege, hogy mindenki a saját szemszögéből elmondhassa a véleményét, és utána közösen megoldási javaslatokat tudjunk kidolgozni. Igen, viszont én úgy gondolom, hogy a megoldási javaslatok azért váratnak mindig magukra, mert minden szervezet a saját igazánál maradva nem tud teljes mértékben kompromisszumot kötni a másikkal. Tehát nekünk embereknek, tehát az emberi tulajdonságaink nem engednek kompromisszumot kötni a másik féllel. És ezen kéne túllépniük a szakembereknek, és szakmai alapokon kezelni ezt az egészet, és emberileg is el kéne tudni engedni bizonyos dolgokat, és megfogadni mondjuk a másik félnek a tanácsát, összegyúrni, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó dolgokat lehetne csinálni, csak én továbbra is azt gondolom, hogy emberi oldalról nem működnek. Hát igen, ráadásul bennünket, vadászokat mindig belekényszerítenek a kompromisszumokba. Én úgy gondolom, hogy mi sokkal többet adunk bizonyos kérdésekben, mint amennyit kapunk, és a szakmai érveink nagyon sokszor leperegnek a döntéshozókról. Reméljük, hogy a jövőben nem így lesz. Bízzunk benne, köszönjük a figyelmeteket, várunk benneteket a jövő héten is. És ahogy Péter említette, vita. A vita talán az egyik legkonstruktívabb beszélgetési mód, amennyiben tudunk vitázni, és nem csak pocskondiázzuk egymást. Tehát várjuk tőletek is azokat az észrevételeket, amelyek vitaindítóak lehetnek, meglátásokat, kérdéseket, témajavaslatokat. Úgyhogy írjátok meg nekünk kommentben, és megpróbálunk azzal is foglalkozni. Tartsatok velünk a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!